Na sziasztok, Csemeg, és elérkezett a következő Liverpool upgrade rész ezúttal a... Na sziasztok, Csemeg, család vagyok, és elérkezett a következő ébredőerő, ezúttal a Liverpool lesz, és meg is mondtam, hogy miért. Azért, mert nagyon kevés coinunk van, és igazából ebből a pár játékosból ki tudnék sajtolni egy kevés coint. Ezért szeretném a legdrágább csapatot letudni, mert már régóta megvannak ezek a játékosok, meg is mutatom nektek, szerintem... Nem tudom, nincsenek írő, de már november fele megvoltak, és most ugye már július van. Szóval azért már elég régi motorosok, ők azok, akik olyan régóta megvannak csak. És hát igen, ezt letudom, eladom őket, és aztán folytatódik rendes sorrendben, növekvő sorrendben az ébredőerő, csak ezt a Bogdán Ádámos Liverpoolt le akartam tudni. És itt is van a csapat. Igazából egy infornat el lett, gondoltam, hogy veszek többet, de se Firmino, se Coutinho, se Sturridge, se a többiek nem voltak olyan árba, hogy én azt bármikor ki tudjam fizetni, megnézem, van-e Rodgersen. Szerintem nincsen, hát akkor nem lesz Rodgers. De viszont minden Liverpooli, a mez, a stadion és a címer is. Szóval kezdjünk neki a Liverpoollal az ébredőerő következő részének. Meg is van első ellenfelünk, amikor hazai pályán játszunk, ez egy Premier League csapat lesz. Hart, Walker, Mertesacker, Zuma, Gibbs, Schneiderlin, Nasri, Valencia, Firmino, Oscar és Rémi. 11-jel nézünk szembe. Hát, ez egy nem túl erős, de azért nem is túl gyenge Premier League-es csapat. Igazából a lényeg, hogy ne kapjunk gólt, még nem néztem meg pontosan, hogy mik a ízék, a feltételek, és aztán nem ő kapja, hanem Firmino, aki beadja a Hart kiüti, pedig jól kezdett a meccsen Liverpool. Coutinho Benteke kapja, Benteke, Mertesacker nem fogja utolérni, Walker viszont lehet, de Benteke ellövi Hartnál a labda. Hart fogta meg, Nasri, nem kéne felrúgni ott, Bogdán védett szépen. Valencia, és Kritel emeli ki. Coutinho gyönyörűen Benteke. Firmino, szerencsével nála maradt, Firmino góljával megszerzi a Liverpool a vezetést a 25. percben. Gyönyörű gól, gyönyörű volt. Pici szerencsével tényleg, de Benteke bepasszolja. Firminót átveszi. Nála maradt, de be kellett lőni ezt is, és be is lőtte Roberto Firmino. Figyelni kéne Oscarra. Igen, nem pont így. Bogdán véd! Bogdán mekkora dupla bravúr mutatott be. Jaj, de szép volt, és jött is a kontra. Főleg most Oscar kilép, Rémi luftot lő. Hát Bogdán egész jól muzsikál eddig, sőt. És le is fújják az első félidőt, nagyon-nagyon nagy nyomás alatt vagyunk. Ellenfelünk tényleg sokat támad. De mégis mi vezetünk szerencsére egy Firmino góllal, és lehet, hogy az első meccse meg is lesz Bogdának a bravúr. Mert nagyon jól véd eddig, szóval, ja, mindjárt jövünk a másik főidővel, statokat láthatjuk, hogy azért elég egy oldalú meccs volt. De a kontrából még lehet valami keresni valónk itt. Milner szép csele. Firmino kilép. De gyenge kurítás volt. Jaj, pedig ez gyönyörű volt megint, csak picit most odébbögdöst a Zumát, de nem baj. Sturridge. Oscar mellett el tud menni Sturridge. Sturridge a bal lábán. Az a jobb volt, hopsz. Sturridge sajnos fölélődte ez az óriási helyzetet, pedig ez egy gyönyörű kontra volt. Az ott nagyon tisztán van. Saku, ne! Bogdán ezt is kifogja. És visszahúzza Oscar vissza. Nem, Bogdánba belelövi. Bogdán a meccs hőse szerintem eddig. És Krutel. Henderson. Ott adja Sturridge-nak a részbe. Sturridge. Benteke visszahúzza. Nem kellett volna. Nagyon nem kellett volna. Lehet, hogy ezt egyből el kellett volna lőni. Oscarnak fogja lepasszolni kicsibe. Nem, rátekerte. De Bogdán. Bogdán ezt is gyönyörűen kifogta. Egy kézzel tornázta a kapu fölé. Most már kis szöglet jön. Valencia ad be. Schneiderlin mellé pörgeti a 84. percben. Bogdán Ádámnak ebben egyre jobb lesz a esélye, hogy bekerüljön a válogatottba. Gyönyörű, Sturridge.
és 11-es. Megkapjuk a 86. percben a 11-est. Nem Benteke lövi. Sztáric fog előni nálam. Sztáric bal felső. Ohoho, az igen. A meccs elején és a meccs végén is beköszönünk. Egyszer-egyszer ebben 2-0-ra vezetünk. Ellenfelünk sokkal többet támadott, de mit se érez a Liverpool ellen, meg Bogdan Ádám ellen. Ha ilyen biztos lesz a kapusunk, akkor nem lesz gondunk szerintem. Benteke közben kiugrott a Sturridge, Sturridge megkerülte pedig. És vége is a mérkőzésnek, 2-0-ra nyert a Liverpool. Bogdan Ádám lett szerintem amúgy a meccsembere. 4 feltétel van. Hajajaj. Szerintem minden 4-et teljesítette amúgy, mert volt egy ilyen, hogy Man of the Match, ez megvan, 8 egészes rating fölött, ez megvan. Clean sheet, az is megvan, és 10 védés kellett, 12 volt, 4-ből 4 feltételt teljesített Bogdan Ádám az első meccsen, ebben biztos válogatott lesz. Lehető függetlenül lejátszunk a második mérkőzést is, azt is mindjárt kezdjük. Megint ugyanúgy hazai pálya, hazai mez, ellenfelünk egy nem túl összhangú, viszont egy annál impozánsabb csapat. Hart, nem tudom, szerintem nem diszten, de Zuma, Rojo, Trippier, Noble, David Silva, Guarín, Cuadrado, Dybala és az utolsó játékos, nem jut eszembe abszolút a neve. Szóval, hát meg ja, Gradel volt ez, bocsánat, a Bournemouth-os Gradel. Hát ez egy OP csapat, megnézzük, hogy ellenük mit tudjuk tenni. Az előző meccsen például Bogdan nagyon jól védett, hát ha mostanra is át tudja menteni ezt a kis formát. Dybala kapja vissza, Sakó picit, mert hátulról lögdösi. Jaj. Oh, Bogdan még egy bravúr bemutat ezen a meccsen is már. Cuadrado le sem volt, nem baj. Bogdan Ádám akkora bravúrral védte az első helyzetüket. Jó, ez se jó, ez se jó. Firmino. Gyönyörű Ronaldo csop, és Firmino tekerése épp, hogy mellé ment a kapu mellé. De megint bekezdett a csapat, egész jól támadunk. Aj, viszont Zuma érkezett, megint itt van Zuma amúgy. Dybala kapufa, Moreno kiemeli. Nagyon nagy szerencsém van eddig, úgy vettem észre. Dybala, Silva. Bogdannak kellett megint védeni, Bogdan ezen a meccsen is nagyon-nagyon jól véd. Dybala, Bogdan, és Moreno kiemeli, viszont rossz helyre. Guarín, Bogdan. Bogdanon nem lehet ma túljutni, Jézus úristen, ez az egész videó a Bogdan védésekből fog állni. Kutel szerelt a Silvát picit keményen, de teljes mértében szabályosan. Hendo kapja vissza, Henderson! Ez Benteke idő egy csicskaság volt amúgy, elvette Henderson gólját. Jézusom, gyönyörű gólt lőtt volna Henderson, erre Benteke oda megy és elveszi. Ezt nézzük csak vissza. Itt van Henderson, eltekeri. Hát is Benteke elvette konkrétan Henderson gólját. Mekkora csapat már. Sakura pedig Cuadradóra. Ezt ennél higgadtabban nem lehet volna megoldani, és fél idő van. 1-0 az állás szerencsére nekünk. Sokszor mondom, hogy szerencsére. De megint a statokból lejön, hogy ki játszik jobban. De hát itt a gólra játszák ezt a focit, nem pedig pontozású sportág. Elmehetnék ebben egy magyar futballedzőnek ebben a mondással. Mindegy, folytatjuk, megnyerjük. Bogdan a válogatottba. Csak Trippier. Viszont megszerzi Firmino. És de szép volt pedig, Hart szépen védett, hoppá, eladta Moreno, benned volt a bizalom, hogy te jól játszol, de hát most eladtad a labdát, de Bogdan természetesen védett. És Krüttel megint tud szerelni? Nem, most nem tud, és megszerzik az első gólokat Bogdan ellen, jól látom, hogy Noble volt komolyan. 22-es, azt szerintem Noble lesz. Igen, pont Noble szerezte meg az első volt Bogdan ellen a két rész alatt. Nem az, hogy Rémi ellen játszottunk, még Dybala ellen, akik nagyon OP. Nem, Noble. Guarín.
Cuadrado megcsinálja a cselt befelé. Nagyon, nagyon fáradt Cuadrado, hogy látom. De nem akadályozta meg ezt, hogy kapra lőjön de boxon Bogdán megakadályozta, hogy gólt szerezzen. Bepasszolja oda. Visszaadás. Na jó, hát erről nem beszélünk senkinek, hogy ez mi volt Staricstól. Erről viszont már beszélhetünk. Ne! Na jó, ennyi. Ennyi már kiárt az ellenfeleinek, és ezután a 2-3 kapu fog után, amit lőttek. Gyönyörű tiki-taka, de sajnos. Az utolsó pillanatban közbeléptek, de Coutinho rámehet, viszont rohóról pattan ki. Nem? Szögletet mutatott a partjelző. Most ezek az ő percei viszont, az előbb az enyémek volt, de most az övé. Noble! Noble! Hát ezt nem hiszem, hogy Noble duplázott ellenünk. Jaj. Pont Noble. Tényleg Dybala, Cuadrado, meg Rémi, meg Oscar, meg Firmino, ilyenek ellen játszottunk, és akkor kiduplázik. Noble. És a végére Dybala kivégez minket a 85. percben. Egy eladott labda után lekontráztak sajnos. Hát igen, itt nem rendeződött a védelem. És rosszul léptek a Sakhoval és Dybala. Ezt már nem hagyta ki. Bogdán ezen a meccsen sajnos szerintem nem lesz man of the match. Akármennyire sokat védett. Ez megint egy gyönyörű játék. Milner, Milner. Buktatták a 16-oson kívül. Egy szabadrúgás variációt fog mutatni, hogyha nem áll. De beáll. Gyönyörű. Igen, ez a szabadrúgás variáció, amit akartam mutatni. Az a lényeg, hogy az átlépő ember legurított, és ezt nem lehet kb. Kivédekezni, csak hogy hordálsz a sorfa mellé még egy emberrel, de ugye azt meg százból kb. Két ember csinálja. Szerintem ez nem jó kvarin. Bogdán még egyet véd. Bogdán bravúrja, és így 2-3 tovább is életbe tartja a Liverpool esélyeit. Firmino veszi át. 11-es, megkapjuk a 11-est a 90 plusz 3. percben. Ezúttal nagyképű leszek, és Bogdán végzi el. Ez nagyon rossz. Bocsánat, ezt elhülyeskedtem, ezt nem így kellett volna. Nem baj, vége a mérkőzésre, Bogdán Ádám lábában maradt a győzelmünk. Na mindegy, 3-2-re így is vesztettük sajnos. És Dybala lett a meccsembere. Bogdánnak viszont meg volt megint a 10 vagy a fölötti védés, szóval ezen a meccsen is bekerült volna, akár berúgja, akár nem. De mindegy is, ennyi volt a Liverpool, mindjárt látjuk ennek az eredményét. Na és itt is van Bogdán Ádám a kezdőcsapatban, ez már így is lesz, szóval hiába a többiek fognak bekerülni a kezdőbe a klippekbe, de amúgy mindig ki fognak kerülni a kispadra, és evel a részre is megvagyunk, a következő pedig nem lesz más szerintem, mint a Pred Glory, ahol nem más játszik, mint Sándor György, így is van. És akkor ők lesznek a következő részben. A mai részre akkor köszönöm szépen a figyelmet, hogy tetszett nektek ez a videó, dobjatok egy lájkot, hogyha nem dobjatok egy diszlájkot, írjátok le a komment szekcióba, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett nektek ez a videó. És akkor egy család voltam, sziasztok!